A legtöbb alapiskolában csak az elsősök sorakoztak fel az iskolaudvaron a szüleikkel együtt. Ők azok, akiktől a tanévnyitó élményét megvonni még akkor is bűn, ha a szertartásosságnak számos előzetes óvintézkedés az ára. Nagyon izgalmas időszak előtt vagytok, ahol egy kicsivel több lesz a szabály, de egészen új világ, új dolgok nyílnak meg előttetek. Nem csak a környezet lesz új, de számtalan izgalmas történetbe, tudásba és sok minden másba fognak benneteket elkalózolni. Újdonságból bizony lesz itt bőven, sok új kaland vár a diákra és a szülőre egyaránt, a tanárra pedig új célok és szakmai kihívások. Idén új projektokat indítunk el az iskolában. Első körben megreformáljuk a szlovák nyelvoktatást, ahol is a kommunikációra és a drámapedagógiára helyezzük a hangsúlyt. Második olyan nagy projektünk, amit szeretnénk bevezetni, az a sportirányzatú osztály, első osztálytól. Tehát ott 20 gyerekkel indítunk röplabda és fotball szekciót. A harmadik pedig a minisztérium projektje által elnyertük október 1-től 5 tanári asszisztens állást helyett, amellyel a hátrányos helyzetű gyerekeket, vagy a nevelési zavarral küzdő gyerekeket fogjuk segíteni, egyben a tanárokat is fogjuk segíteni. És egy dolog, amiben szintén előrelépés van, hogy augusztus 1-től speciális pedagógus is teljes állásban dolgozik az iskolánkban. A sportirányzatú első osztálynak Szajka Róbert is örül, aki nem csak többszörösen is érmes komáromi sportolóként, sportklub vezetőként volt jelen a tanévnyitón, hanem édesapaként is. Sportolóként azt várom, hogy minél több gyerek fog majd hozzánk is járni, ezáltal sokat a többen meg fogják szeretni a sportot, ugyanúgy kempóra, focira, bármi sportra, lényegtelen, de a lényeg az, hogy a fiatalok sportoljanak a mai világban, nagyon fontos minden fiatal sportoljon, mivel ez a 21. század betegsége nagyon betört, az, hogy mindenki okostelefon, tabletot és számítógépet kap, és ezt próbáljuk így korrigálni, kis testneveléssel. Ebben az iskolában 430 gyerekkel indul a tanév, és 3 első osztály nyílik. A szülők fegyelmezettek, és szívből remélik, hogy idén elkerülhetővé válik az online oktatás, ami leginkább akkor megterhelő feladat egy pedagógiai szempontból avatatlan szülőnek, ha elsős a gyermeke. Elsőben nem is tudom elképzelni, hogy most otthon tanuljuk meg a betűket, meg írni, meg a többi, úgyhogy hát bízom benne, hogy rendesen fog folytatódni az oktatás. A tanévnyitó alkalom keretében az adományozó Rákóczi Szövetség képviselete helyett a szövetség helyi partnere a Komárom és Vidéke cél alap adta át az iskola kezdési támogatást, egy iskolatáskát és 10 000 forint készpénzt minden kis elsősnek. Nagyon sokszor elhangzik az, hogy szimbolikus ez az ajándék, amit kapnak a Rákóczi Szövetségtől a kiselsős diákok. De ha belegondolunk abba, hogy kapnak egy iskolatáskát, ami ma már elég nagy megterhelés a családi kasszára illetőleg. Az ösztöndíjnak annak szimbolikus jelképe van ugyan, mert 10 000 forintot kapnak a kisdiákok, de ha azt nézzük, hogy ez mögött mekkora társadalmi összefogás van, hogy ezt a sok 10 000 forintot önkormányzatok, vállalkozók, gyárak adják össze, akkor igenis nagy dolog, amit kapunk tőlük. Idén Komáromban 225 kisdiák kezdi a tanévet magyar ajkú alapiskolában.